Mindenki igyekszik boldog lenni, mert maga a természet ösztönző, meghajtó ereje, az maga az, hogy az ember boldog akar lenni. És boldogságra vágyunk, azt keressük, és minden tevékenységünk magja, forrása pont ez, hogy mi a boldogság fele irányítjuk a figyelmünket, a gondolatainkat és a cselekvéseinket. A boldogság az egy tudati állapot egyszer, az egy idegrendszeri állapot kétszer, és egy testi állapot harmadszor. Ez a három, hogyha megvan, akkor vagyunk boldogok. Tehát, hogyha bármiben örömet lennünk az életben, akkor ezek a minőségek megjelennek a testben is. Tehát a belső elválasztású mirigyek másképpen működnek, a tudat különböző hormonokat, vegyületeket termel, ha nem vagyunk boldog, akkor olyanokat termel. Tehát az azt jelenti, hogy ezek így megvannak. De ezek állandóan változóak, mert egyszer ilyen tapasztalatunk van, máskor olyan tapasztalatunk.